tudunk innovatívak lenni, tudunk olyan könyvekkel előállni, amelyek fontosak, jelentősek, és nem utolsó sorban sikeresek. Sok magyar nyelvű kiadó van. Jó magyar kiadó már nincsen olyan nagyon sok, és irodalommal foglalkozó fontos magyar kiadó kifejezetten kevés van. Hogyha egy szerzőt kiadunk, akkor úgy gondolom, hogy hosszú távon voltunk. Az ember annál a kiadónál van, amit el tud fogadni, és ahol el is fogadják. Persze az elfogadás, ez egy hosszú folyamat. Váratlanság van nagyon sokszor, felfedezések, mintha nem ülne bele ez a kiadó a kézbe, hanem úgy próbálnak kockáztatni, hogy vállalja azt, hogy hát ez vagy bejön, vagy nem. A Kaligram nekem kockázatvállalást jelent, bátorságot. A függetlenség legalábbis nekem megkérdőjelezhetetlen és további érvekre nem szoruló érték. Kortárs magyar irodalommal is foglalkozik, de ugyanakkor klasszikusokkal is foglalkozik, gondoljunk Krúdira vagy Kosztolányira, és ugyanakkor világirodalmat is ad ki, nem szólva a tudományos munkákról. Ez az egyik specialitása a Kaligramnak, hogy együtt van a kortárs szépirodalom és a kortárs irodalomról folytatott beszéd. Komoly sikerek lettek, nem csak irodalmi sikerek, hanem Bibó Istvántól Romsics Ignácig, vagy más társadalomtudományos történeti munkák. Gazdaságfilozófiai kéziratok, szakácskönyv, pszichoanalízis, monográfiák, irodalomtörténeti művek. Meglehetősen sok oldalú, ugyanakkor mégis van egy határozott profilja. Na most a siker kétféle módon szokás érteni, én mind a kettőt gondolom. Az, hogyha valamelyik egy szellemi, kritikai sikert ér, az épp olyan fontos, mint az, hogy mennyien olvassák, úgymond piaci siker.